Kultúrösvény következő adásában Beregszászba látogatunk, a népzenei és néptánc táborba, majd beszámolunk a kárpátaljai zsidó napok gazdag vallási és művészeti értékeit bemutató programsorozatáról. Ezt követően a barack termesztés 100 éves hagyományával ismerkedünk a Benei Barack Fesztiválon. Végül részt veszünk a Nemzeti Ifjúsági Fúvószenekar ungvári koncertjén. Tartsanak velünk! A Génius Jótékonysági Alapítvány 9. alkalommal szervezte meg a beregszászi népzene és néptánc tábort a 2. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A több mint 60 gyereket befogadó egyhetes tábor célja kultúránk, hagyományaink tovább örökítése, átadása volt. A Génius Jótékonysági Alapítvány kezdetektől fogva, tehát 2011 óta mindent megtesz annak érdekében, hogy minden tehetséget megtaláljon, és támogassa tehetségének kipontakozását, ezért nagyon fontos tartjuk a népzene és néptánc csodálatos világának a bemutatását, hogy a gyermekek minél szélesebb körbe megismerjék és elsajátítsák azt, hiszen hagyományaink őrzése nagyon fontos, mégpedig ez a jövő alapja, csak is a múltra lehet építeni biztosan, biztos lábokon álló jövőt, hogy nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a népzenét, a néptáncot a gyerekek nem csak megismerjék, hanem megszeressék, magukénak érezzék, és hogy majd ha eljön az ideje, akkor ők is nagyon szívesen továbbadják azt a következő generációknak. Mindig azt mondom, és most is ismételni fogom magam, hogy a népzenét, néptáncot, néphagyományokat nem őrizni és ápolni kell, hanem megélni. Mert ha megéled, akkor pozitív példát mutatsz, látják ennek a sokszínűségét, a varázslatos csodáját, és ahogy Mórusz Tamás mondja, a hagyományt nem őrizni kell, mint a hamut, hanem továbbadni, mint a lángot, úgyhogy mi is igyekszünk ezen a táboron keresztül és továbbadni a hagyományainkat, mint egy lángoló fényt, hogy a gyerekek ezt érezzék, hogy ez számukra is fontos, és az ő számukra is legyen az a jövőben. A kezdő és haladó táncosok csoportbontásban anyaországi pedagógusoktól sajátíthatták el a különböző tájegységek néptáncainak lépéseit. A művészeti oktatók fontosnak tartják, hogy a gyerekek minél fiatalabb korban kapcsolatba kerüljenek a népzenével, néptánccal. Kezdőcsoportnak kalocsai táncokat tanítottunk, amelyben volt mars, csárdás és friss csárdás, emellett még egy vonulós táncot is tanultak, amelynek ritka búza, ritka árpa névre hallgat. A nagyok pedig a bukovinai táncokkal ismerkedtek meg, ahol a különböző polgári táncok mellett az ugrós tánccal, silladrival is megismerkedhettek. A gyerekek nagyszerűek voltak, pár napunk volt csak, ez egy rövid tábor volt, de délelőtt is másfél órát foglalkoztunk velük, és délután is, ezek mellett még esténként egy táncházat is végigbírtak a gyerekek. Elképesztő volt a lelkesedés, nyilván így a tábor végére már fáradtabbak voltak, de mindent beleadtak szerintem, amit tudtak. Tánctanulás mellett hangszeres oktatáson is részt vehettek a gyerekek a Komótor zenekar tagjaival. Emellett népdaltanulás, kézműves foglalkozások, valamint népi játékok várták a táborban résztvevőket. A záróünnepségen egy színes előadás keretében mutatták be a fiatalok szüleiknek az 5 nap alatt tanult táncokat, énekeket. 65 gyerek volt a héten itt nálunk. A programok nagyon változatosak voltak. Néptáncoktatás, népdaléneklés, népzeneoktatás. Ezen kívül korongozás is volt. Szalagos fánk, tarkedli sütése a tájházban, kézműveskedés és gyermekjátékok. Örömmel tapasztalom azt, hogy évről évre nagyon szívesen csinálják ezeket a népi hagyományokat, a néptáncot, és olyan örömmel, szívvel, lélekkel táncolnak egész héten a gyerekek. Vannak olyan gyerekek, akik néptánc együttesben táncolnak, de vannak olyanok is, akik most vannak itt például csak másodszor és csak a tánctáborban, de ők is szívesen csinálnak mindent. A szervezők igyekeztek a tábor ideje alatt olyan kulturális programokat biztosítani a gyerekek számára, amelyek által erősödik magyarságtudatuk, és igazi kis közösséggé formálódhatnak.
Debrecen Dixieland Jazz Band koncertjével kezdődött Beregszászon a Kárpátaljai Magyar Főiskolán a harmadik Kárpátaljai Zsidó Napok program. A Határtalan Kultúra program és a Beregszászi Salom Alapítvány szervezésében a miniszterelnökség és a BGA támogatásával megvalósult négy napos kulturális rendezvénysorozaton a zsidók és nem zsidók közösen felidézve a múltat együtt emlékeztek a gazdag vallási és művészeti értékeket megteremtő kultúrára. Amikor létrejött a Dixieland, az különböző kultúrák találkozásából jött létre, úgyhogy nagyon könnyen lehetett integrálni ebbe a zenébe a zsidó kultúrát, a zsidó zenét, ami egyébként ráadásul népzenéből is táplálkozik, akár a magyar népzene, mint ahogy hallhattuk, akár itt Ukrajnában dél-európai, dél-kelet-európai zenéknek a találkozása, és ezt nagyon szépen tudtuk ötvözni, és valóban egyfajta misszió, úgy gondolom az, hogy mi ezt a zenét elhozzuk sokfelé. Felvállaltuk nagy örömmel, a debreceni zsidóság volt az, aki megkért bennünket erre, barátaink, akikkel korábban együtt is muzsikáltunk, olyanok is, és örömmel tettük, és úgy tűnik, hogy beérett ez a gyümölcs, hiszen most már elég sok felé jártunk ezzel a zenével. Ha jól emlékszem, akkor 2015 végén kaptunk egy felkérést a debreceni zsidó hitközségtől, hogy próbáljuk meg valahogy ötvözni a klezmer, jiddis, zsidó kultúrkörnek a zenei anyagát azzal a fajta stílussal, amit mi képviselünk. Ez akkor elsőre kicsit nehéznek tűnt, illetve hát nem tudtam, hogy kezdjünk hozzá. És ahogy az ember kutatja ezeket az anyagokat, akkor valahogy automatikusan beugranak azok a csatlakozási pontok, az akkordok, harmóniák és a ritmusok, a dallamvilág, ami nagyon jól összeillik azzal, amit mi csinálunk ezzel az autentikus New Orleans-i stílussal. A magyar zsidók emlékezetében Kárpátalja az egykori Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros megyék. Az eltűnt, elpusztított, autentikus zsidóság otthonaként él, amely számtalan elnémult zsidó történet születési helye és temetője. A mindennapok magyar zsidó kultúrájának elsüllyedt szigete. A beregszászi zsidó közösséggel évek óta nagyon jó a kapcsolatunk, évek óta együttműködünk, más dolgokban is, nem csak a Kárpátaljai Zsidó Napokban, és együtt fogalmazódott meg ez a gondolat, hogy a Kárpátaljai Zsidó Napok programsorozatot elindítjuk, mert úgy gondoljuk, hogy figyelmet kell felhívni arra, hogy egykoron nagyon nagy zsidó közösség élt gazdag kultúrában, akik gazdag, nagyon sokat tettek a kulturális életben, az épített örökségben, és azt gondoljuk, hogy ezek az emberek együtt alkotva a helyi magyarsággal fantasztikus dolgot alkottak, amire folyamatosan emlékezni kell. Beregszászon ma már csupán 40 zsidó család él, akik számára fontos a közösségépítő találkozó. Igyekeztünk összehangolni, tehát, hogy legyen olyan is, aki kimondottan népszerű és ismert itt Kárpátalján, viszont legyen olyan is, aki új, és aki egy igazán új színfoltot hoz ebbe a rendezvénysorozatba. Ezért is volt komoly zene, ezért is volt a főkántor előadása, aki ugye minden éven visszatér, és kiemelten fontos, hogy ugye ezáltal a hitéletet is erősítjük, hisz a főkántor és a rabbi jelenléte ezáltal a szombatfogadását is lehetővé tette, és így nem csak egy kulturális rendezvénysorozat jött létre, hanem igazán magyar hitélet és a magyar zsidóságnak a hitéletének az éltetése és továbbvitele így valósággá válik, és azt hiszük és azt reméljük, hogy ezáltal a helyi közösség élete is kicsit színesebbé válik és épül. Nem mindennapi művészeti eseményre vállalkozott Müller Péter szijámi előadó művész költő, a kortárs magyar művészet egyik legkreatívabb személyisége, és a kelet-európai klezmert önmagában is megszemélyesítő Jávori Ferenc fegya, akinek a jiddis zene 90-es évekbeli reneszánszát és a mai népszerűségét köszönhetjük. Ők ketten együtt léptek fel a Beregszászi zsinagógában a harmadik Kárpátaljai Zsidó Napok záró eseményén. Egy olyan programmal készültünk, amivel még soha nem készültünk, tehát ez egy csupa újdonságból álló dolog. Nemrég voltunk egy angol-német turnén, úgyhogy én három ragyogó zongoristával énekeltem együtt, a Jávori Fegyával, Szakcsi Lakatos Bélával és az Omega zenekarból, a Benkő Lacival. Ez a Budapest Gold Stars nevű formáció, és az ott játszott számokat megcsináltuk egy zongorásnak, a saját darabunkból játszunk, meg a kedvenceinkből.
наш констань все наберет гитару и тихим голосом поет. Első perctől, amikor gyakorlatilag megalakult a Budapest Klezmer benne, 1990-ben, és már akkor éreztem, hogy ez egyfajta misszió. Misszió egy olyan feledésbe merült műfaj, ami gyakorlatilag a zsidó kultúrának az egyik legnagyobb kincse a klezmer, és ezt a műfajt Magyarországon abszolút nem is ismerték. És azt veszük figyelembe, hogy amikor 1990-ben elkezdtünk, akkor néhány ember tolongott a nézőtéren, most meg 3000 ember bemegy a zsinagógába, amikor van a zsidó kulturális fesztivál. A kelet-közép-európai régióban Magyarországon kívül nagy zsidó közösség a történelmi események következtében nincs. Ezért a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége évek óta próbál kapcsolatot kialakítani a határon túli magyar ajkú zsidó közösségekkel. A harmadik kárpátaljai zsidónapok egy ékes példája annak, hogy hogyan lehet közösen felidézni a múlt emlékét, a helyi kisebbségek történelmét és sokszínű hagyományát. A beregszászi járási Bene méltán híres a községben termesztett barackról és a gyümölcs felhasználásával készült termékeiről. Köszönhető ez a beregi dombok nyújtotta éghajlatnak, mely ideális az őszi barack éréséhez. Az 1400 lelkes településen közel 100 éves hagyománya van a gyümölcs termesztésének. Kezdetben csak néhány család foglalkozott az őszi barackkal, a mai napra azonban már nincs olyan porta, ahol ne lenne legalább egy-két barackfa. Nekem itt hol van egy olyan, körülbelül egy olyan 170-180-200 darab őszi barackfa, meg a mezőn ott is van 200 körül, különböző fajták. Tehát az kezdve nem egy fajtát telepítünk, hanem kezdve a Blazingortól, aztán a Dixie, hogy folyamatosan legyen mindig őszi barack. Bene Ernő nevezetes hosszú évek óta az őszi barackról. Maga a klíma Benében, a hegy, a folyó, tehát olyan klíma van Benében, hogy korai fajtákat tudunk termelni, és mellette, ami nem utolsó sorban, ami finom, édes barack, az a Benei barack. Azért, hogy bemutassák a gyümölcs termesztésének hagyományát és felhasználásának sokszínűségét, negyedik alkalommal rendeztek barackfesztivált a településen. Vince István polgármester szerint idén különösen fontos ez az alkalom, hiszen most a fesztivál nem csak a barackról szól, hanem arról is, hogy a település ebben az évben ünnepli fennállásának 750. évfordulóját. Az első írásos emlék településünk 1269-re datálódik, amikor is IV. Béla király adomány levelében említi településünket. Hát most biztos azelőtt is létezhetett már a falu, de mi ezt úgy tekintjük, hogy ez a születésnap, ez a 750 év, és ezért egy ilyen kettős ünnep, és úgy is készültünk hozzá, tehát a harmadik befejeződött, és akkor döbbentünk rá, hogy kezdődik a felkészülés a negyedikre, mert ez egy kerek szám. A negyedik Benei Barack Fesztiválon az érdeklődők megismerhették a baracklekvár főzésének technikáját és sajátosságait is. A helyiek szerint fontos, hogy betartsák azokat az elkészítési módszereket, amelyeket nagyszüleik is alkalmaztak. 3 éve foglalkozunk itt mi Benében közösen a Bábel és az Anicka család kézműves lekvárokkal. Valamennyit rézüsben főzzük. Először csak úgy indult, hogy megpróbálkoztunk egy kis csipkebogyóval. A másik éven terjesztettük ki. 15 félét készítettünk el belőlük. Attól baraszfesztivál egy baraszfesztivál, hogy megmutatjuk, hogy igenis mindent lehet készíteni barackból, és mindenhez jó a barack, és nagyon finom a barack, úgyhogy igen, igen, a kezdetektől itt vagyunk. Megyél!
titka az, hogy jó gyümölcsből készül, minőséges gyümölcsből készül, meg hát az a sok szeretet, amit belefőzünk. Az a sok munka, az a sok szeretet, amit belefőz a lekvárba. Vannak különösebb fortéjai, hogy hogy kell főzni az üsben a lekvárt? Hát mi ugyanúgy főzzük, ahogy nagyanyáink is főzték, hagyományosan fával főzzük. Tehát egyetlen fortéja az, hogy hagyományosan készül úgy, ahogy a nagyszüleink, a dédszüleink főzték, semmi olyan különleges dolog nincs benne, ami ne kellene, hogy a lekvárba benne legyen. Fontos, hogy ide kihozzák ezt a lekvárkészítést és megmutassák a fiataloknak? Természetesen, hiszen hát ez az őseink hagyatéka. Nem minden az a lényeg, hogy a boltban leveszem a polcról és megvásárolom, hanem lássák a gyerekek, hogy hogyan készül az el, amit megesznek tulajdonképpen, és hogy tudjuk azt, hogy mit eszünk meg. Ez nagyon fontos. Anyukám is hímzett, utána én a lányomnak átadtam, sőt, még mamám is, emlékszek, horgolt, 80, nem tudom hány éves volt, és még horgolt minden. Ez nálunk ilyen család, igen. Nagyon szeressük csinálni. Így csináltam, míg dolgoztam, de csak éppen saját részre, és azóta meg, hát egy kis nyugdíj kiegészítésnek is, meg szeressük is. A fesztivál jó alkalom volt arra, hogy a kárpátaljai kézművesek bemutassák munkáikat, ezáltal felhívják a figyelmet a helyi értékekre, valamint a vidékre jellemző kulináris különlegességekre is. A fesztivál programba idén a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács is bekapcsolódott. Hát a Benei Barasz Fesztivál szintén egy gasztrofesztivál, és hogy a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a segítségével most bekapcsolódtunk 10 Kárpátaljai Magyar Fesztiválnak a szervezésében, és ugye ennek az egyik, ezek között az egyik az a Benei Barasz Fesztivál. Mi most megpróbáljuk a Barasz Fesztivált ténylegesen egy gasztrofesztivállá átalakítani, reméljük, hogy sikerülni fog. Ugye ez az kell, hogy egyrészt bővítsük az itt résztvevő árusoknak, gyakorlatilag főzőcsapatoknak a számát, illetve bővítsük az ide érkező turistákat, tehát meg kell ismertetni az ukrajnai, magyarországi turistákkal, hogy van a Benei Barasz Fesztivál, és ide érdemes eljönni, mert itt meg lehet kóstolni különböző kárpátaljai magyar jellegzetes ételeket, vásárolni lehet ezekből az ételekből, illetve különböző helyi termékeket lehet vásárolni, amit a kárpátaljai magyarok saját kezűleg készítenek, és nem mindenféle tömeggyártmányok, hanem csak itt gyakorlatilag csak Benében vagy Kárpátalja gasztrofesztiváljain lehet megvásárolni. A Benei Barack Fesztiválra a magyarországi testvértelepülések képviselői is ellátogattak. Új-Buda önkormányzatával az együttműködés több mint 20 éves múltra tekint vissza, Maglóddal pedig 2003 óta tartják a kapcsolatot benelakói, bár hivatalos megállapodás csak néhány éve született a települések között. Több olyan akció volt már, amiben igyekeztünk segíteni az itt élőknek, amikor a nagy árvíz volt a 90-es években, akkor például a községháza felújítására sikerült támogatást nyújtanunk, az óvodának is sikerült, amikor egy nagyobb építészeti probléma volt a felújítását segíteni. Örömmel segítünk, hogyha tudunk. Talán a gyerekeink azok, akik leginkább találkozhatnak egymással. Ugye közös táborokat szervezünk. A benei gyerekek az idei évben a Balatonon nyaralhattak a kerületi önkormányzat jó voltából kerületi gyerekekkel együtt. Szerintem ez nagyszerű alkalom arra, hogy megismerjék egymást, és közösen tudják a hagyományokat megőrizni. Én azt gondolom, a mai világban, amikor mindenki bezárkózik a négy fal közé, és az interneten keresztül próbál úgymond kommunikálni a külvilággal, elsődleges fontosságú az, hogy élő kapcsolatok legyenek, baráti szálak alakuljanak ki emberek és emberek között, mert ennek sokkal nagyobb értelme és jelentősége van, mint azt, hogy lájkolunk és üzengetünk, meg blogokat írogatunk. Úgy gondolom, hogy ez egy kicsit zsákutcának tekinthető, tehát mindenféleképpen az élő kapcsolatok kellene, hogy legyen a jövő is. A
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 4 évvel ezelőtt abból a célból hívta életre a Barack Fesztivált, hogy ápolják és terjesszék a beregvidéki népszokásokat és hagyományokat, illetve hogy elősegítsék a helyi magyarság szülőföldön való megmaradását. Számunkra nagyon fontos, hogy ilyen fesztiválok legyenek, ezzel a kis magyar közösséget próbáljuk összekovácsolni, és azt szeretnénk, hogyha hosszú távon is, nem csak egy néhány szavazáson, meg nem csak egy néhány alkalommal, hanem hosszú távon is egy komoly összetartó kis csapatot tudnánk összehozni, és valóban magyar irányba terelni a kis magyarságot, a kis benélyeket. Ezt szeretnénk elérni ezekkel a fesztiválokkal, illetve azokkal a műsorokkal, amelyeket szoktuk mi rendezni a faluban, hiszen nem csak ez szokott lenni, más is van, a KMKS más is szokott rendezni. Reméljük, hogy sikerülni fog, egyenlőre úgy néz ki, hogy jó úton haladunk. A szervezők remélik, ezzel a rendezvényel sikerül még közelebb hozni egymáshoz a helyi magyar közösséget. Fontosnak tartják, hogy a felnövekvő nemzedék is megszeresse, magáénak érezze ezeket az értékeket, hogy később ők is továbbadhassák. Ungváron koncertezett a Nemzeti Ifjúsági Fúvós Zenekar. Az 5 éves Schwarz József és Nyers Alex kezdeményezésére létrehozott 60 tagú koncertzenekar klasszikus zenét játszik. Zenészei Kárpátaljáról, Erdélyből, Párciumból, valamint a Délvidékről és Magyarországról származnak. Céljuk a magas szintű fúvós zenekari kultúra megismertetése és népszerűsítése. Schwarz József tanár úr keresett meg engem, hát szerintem jó 15 évvel ezelőtt, azzal az ötlettel, hogy Magyarországon nincs ehhez hasonlóan válogatott ifjúsági fúvózenekar, hogy alapítsuk meg a Nemzeti Ifjúsági Fúvózenekart, és akkor elkezdtünk együtt gondolkozni, ugye az anyagi feltételeket próbáltuk megteremteni, és akkor kapcsolatba kerültünk egy alapítvánnyal, és sok pályázatot írtunk, és akkor a sokadik pályázaton már előrébb jutottunk, és így 2015-ben megszervezhettük az első táborunkat. Azért kapta a Nemzeti Ifjúsági Fúvózenekar nevet ez az együttes, mert a tagjai az egész Kárpát-medencéből jöttek, a magyarajkú zenélni tanuló fiatalok. Az első alkalommal összesen 38 különböző településről érkeztek a gyerekek, és ez úgy oszlott meg, hogy körülbelül a fele a mai Magyarország területéről, a másik fele pedig az elcsatolt területekről érkezett. Repertoárjukon többek között Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, Kodály Zoltán, valamint Rossini, Borodin és Sosztakovics művei szerepelnek. Ezen kívül a zenekar fiatal tehetségeinek szerzeményeit is szívesen játsszák. Nagyon fontos számomra ez a zenekar, immáron 5. éve áll fenn a zenekar, és 5. éve játszom benne. Nagyon, nagyon szeretem, nagyon jó barátságokat építettem ki, és egyszerűen ez egy közösség, ez nem lehet máshogy leírni. Nagyszerű zenészek, ezek már részben már van egy-kettő, akik már főiskolát végeztek, és de itt nőttek föl, köztük, hát itt a Beke Márk például, ugye, 14 évesen jött hozzánk, mint kis kezdő, és hova fejlődött, hát örülünk, és visszajön hozzánk. És ez a jó dologba. És ilyen többen vannak már, akik visszatérnek, és már főiskolát végeztek. De sok főiskolás is van, és a legnagyobb része az egy konzervatórium. Zeneművészeti középiskolában jönnek. Megpróbáltunk olyan programot összeállítani, hogy volt benne spanyol, paszadoble, magyar puszta fantáziától kezdve, Nabucco, Berdényitány, minden. De a gyerekeknek is nagyon fontos, hogy több műfajt megismerjenek.
Nemzeti Ifjúsági Fúvós Zenekar koncertturnéjét minden évben határon túli magyar lakta területekre szervezi. A fiatalok zenéltek már a Munkácsi Várban és a Nagydobronyi Gyermekotthonban is. Az Ungvári Filharmóniában tartott előadásukkal is elnyerték a közönség elismerését és szeretetét.